Mi történt az újszülöttekkel? Kiderült-e már, hogy mi okozta a haláleseteket? Hát ennyi idő alatt nem várható, hogy eredményre jutunk. Annyit hozzá kell tennem, hogy én 3 gyerek édesapjaként is vagyok itt, tehát minden ilyen esemény az aggodalomra ad okot, és azért vagyunk itt, egy nemzeti egészségügyi szolgált, egy állami ellátórendszer gondoskodni kíván az újszülöttekről, koraszülöttekről, úgyhogy ennek a halmozott esetnek az összefüggéseit, történéseit szeretnénk megérteni, és ennek az egyik első, nem az első, hanem az egyik első komolyabb lépése volt. Na most muszáj elmondanom, hogy tehát már a múlt héten megkezdődtek azok az elővigyázatossági lépések, tehát a mindenre kiterjedő mintavétellel próbálja feltárni az országos tisztiorvosi hálózat a kórházi jelzése alapján, hogy van-e összefüggés a halmozódott halálesetek körül, azt ugye tudjuk, vagy között, azt ugye tudjuk, hogy egy ilyen koraszülött osztályon nagyon nehéz életeséllyel született gyermekekkel kell dolgozni, ott nagyon elkötelezett kollégáknak, úgyhogy, de minden ilyen aggodalomra adó, okot adó jelenséget a legrészletesebben szeretnénk kivizsgálni. Úgyhogy muszáj elmondanom azt, hogy életben maradnak, tehát a mostani látogatás eredményeképpen életben maradnak azok a betegeket elkülönítő, vagy tisztasági, higiéniás elővigyázatossági intézkedéseket, amik a múlt pénteken, vagy múlt csütörtökön pénteken rendelt el az osztály az Országos Tisztiorvosi Hivatallal egyetértésben, és az Országos Tisztiorvosi Hivatal az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgált szoros felügyeletében, ezek életben maradnak. Az osztály bezárása nem volt indokolt. Az esetleges fertőzés igazolására folyamatban vannak a vizsgálatok. Jelzem, hogy mindenre kiterjedő gondos mintavétel alapján tudjuk ezt elvégezni. Igazságügyi patológiai vizsgálatra kerül sor minden olyan esetben, ahol eddig még nem történt patológiai vizsgálat, ezt elrendeltük. Ez alatt a látogatás alatt és egy szélesebb értelemben vett egy szakmai felügyeleti vizsgálatot is elrendeltünk, ami kiterjed a terhes gondozásra, a kórház eljárásrendjére és a szülészeti osztály tevékenységére is. Ezt az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat szoros felügyeletében az ő vezényletükkel fogjuk elvégezni. Mindenképpen szeretnénk biztosítani a pártatlanságát is a vizsgálatnak, tehát hogy gyanú se érje a vizsgálatot, ezért a főigazgatót állásából a mai nappal felfüggesztettük, és az orvosigazgató veszi át a kórházi irányítását a vizsgálat időtartamára. Erre azért van szükség, hogy teljes transzparenciát a nyilvánosság felé egyértelműen teljes transzparenciát biztosítsunk, vagy fel tudjuk mutatni ezt a teljes transzparenciát a vizsgálat idején. Tehát én azt pontosan tudom, hogy sokszor alacsony életeséllyel született gyermekek életéért küzdenek egy ilyen osztályon, és minden egyes eset kockázatos. Úgyhogy szülőként ezért is igyekszem arról gondoskodni, hogy megértsük, hogyha van összefüggés a halmozott esetek között, és megelőzzünk minden olyan, vagy kizárjunk minden olyan lehetőséget, ami ennek az újra való előfordulását előidézhetné. Szintén a kormány arról is gondoskodni fog, hogy a különböző felelősségek vizsgálata ügyészségi keretek között is megtörténjen. Tehát a mindenre kiterjedő gondos részletességgel fogunk eljárni. A vizsgálatok még zajlanak, ez érthető, hogy még nem tudják akkor a halálesetek okát, de az kizárható-e, hogy járványról van szó? Ugye az orvosok korábban azt mondták a sajtónak, hogy véletlenszerű esetek lehetnek. Több hipotézis van. Aggodalomra ad okot a halmozódás, ezért mindenre kiterjedően igazolnunk kell, hogy mi történt, vagy mi nem történt, van-e összefüggés, és mi lehet a kiváltók. A koraszülött centrumot nem légújították föl, ennek a felújításnak bármilyen szerepe lehet-e a tragédiákkal kapcsolatban? Ha engem kérdez, az, hogy a főigazgató asszony tudja a pontos keretösszeget? 400 millió forintos beruházást vettek át a koraszülött intenzív osztályon az elmúlt hónapban. Én inkább
azt gyanítom, hogy egyes esetekben a gyermekek, az alacsony életeséllyel született gyermekek életének a meghosszabbításában vett ez részt. Egyszer használatos eszközök bevezetésére került sor az elmúlt hónapban, tehát itt, de értelemszerűen ezt a szakmának, vagy a szakmai vizsgálatnak és a felülvizsgálati eljárásnak kell tisztáznia, de inkább ez javította a helyzetem. Meddig tarthat a vizsgálat? A különböző laboratóriumi vizsgálatoknak van egy időtartama, ez körülbelül mostantól számított egy hét, az igazságügyi és a laboratóriumi vizsgálatok körülbelül egy hét időt fognak igénybe venni, és a szélesebb értelemben vett szakmai felügyeleti vizsgálat az egy két héten belül szintén az első eredményeket hozni fogja az ügyészségi kérdéskörhöz. Abban nem én vagyok az illetékes, hogy arról nyilatkozzam, de két héten belül már az első egyértelmű eredményekkel rendelkezni fogunk. Végezetül 8 halálesetről lehet tudni. Azt elárulhatják-e, hogy mennyi idő alatt történt ez a 8 haláleset, illetve ez idő alatt egyébként hány ilyen kis súlyú koraszülött és nagyon koraszülött született itt a kórházban? Én, ha jól számolok, itt mindenképpen 1000 alatt ide több száz koraszülöttet lát el az osztály évente. Ez kettővel több, mint az átlag. Elnézést, megismételni, főigazgató? Csak ennyit szerettem volna, mert kettővel több, mint az átlag. Tehát a jelenlegi esett halálozási arány kettővel több, mint az átlag. Az éves halálozási mutatókat 30 körülire szorította le az osztályú vezetése az elmúlt két évben, és azelőtt egy 50 körüli halálozási eset számmal dolgozott az osztály. Most ebben az évben ez 34-et jelent, ha én jól emlékszem a megbeszélt statisztikai adatokra. Na most azt azért nagyon fontos elmondani, hogy itt a szakmai vizsgálat azt is értelemszerűen megnézi az osztályos munka, a kórházi munka, az osztályok közötti munka összefüggéseit, de értelemszerűen egy nagyobb összefüggésben is meg kell vizsgálnunk. Meg kell nézni a térségi morbiditási vagy megbetegedési és halálozási statisztikákat, tehát én azt hiszem, hogy mindennek az összefüggéseknek a megértését nagyon komoly prevenciós munka fogja, megelőzési munka fogja követni. Tehát ez a világ nem marad ugyanúgy azután, hogy végigelemeztük mindazt, ami itt történt. Jelenleg hány koraszülött van még az osztályon? 30-an vannak, a 30 intenzív ágy, és országos szinten azt lehet mondani, hogy a koraszülött intenzív osztályaink azok teltházzal működnek. Ez köszönhető a melegnek, számos egyéb dolog. A hőség oka lehetett egyébként ennek az eseménynek, hiszen rendkívüli körülmények voltak. Csupa olyat kérdez, amire a vizsgálatnak kell választ adnia, de az eddigi, ugye mivel múlt héten csütörtökön kezdődött az a cselekvés sor, aminek az eredményeképpen itt most a kormány, a miniszterelnök rendelkezése alapján mi most vizsgáló bizottságként látogattuk meg a kórházat. A vizsgálatnak az előzetes elemei erre is kiterjedtek, értelemszerűen vadonat új inkubátorokban feküdtek ezek a gyermekek, tehát őnekik egy sokkal élhetőbb környezetet biztosított ez az inkubátor, mint amiben nekünk kellett a mindennapjainkat tölteni. Tehát akkor azt jól értjük, hogy felelősségre vonás, illetve bármilyen következmény, akkor értelemszerűen csak a vizsgálatok után lesznek, a vizsgálat lezárta után két hét múlva. Természetesen ezért is voltam én tartózkodó bármilyen olyan megállapítással, hogy mi lehet az ok, van-e összefüggés vagy nincs, mert minden egyes tételt, a környezetet, az esetleges fertőzéseket, az eljárás rendnek az ellentmondását, minden olyan tételt meg kell vizsgálnunk, ami ezt az aggodalomra okot adó jelenséget kiválthatta.